tornáztattunk, mert egészen kitekeredett, igaz? Igen. Most mi is tornázunk egyet, hogy mi is nőjünk legalább 1-2 centit, jó? Álljunk fel! Álljunk ki a kígyó kívülre! Úgy. Álljatok arra, hogy mindenkinek legyen helye. Álljatok arra. Tegyük csipőre a kezünkbe. Olyan sokat pihentünk ma, hogy egy kicsit ugráljunk, kis verebek legyünk, jó? Páros lábak, összezárjuk a lábunkat, rajta. Da. Dada nénivel végignézzük ezt a tornát. Hogy készült ez a kígyó? Hát ez a kígyó, ez rettenetes munkát igénylő. Az óvónőknek volt az ötlete, hogy egy mesesarkot kellene kialakítani, de egy kígyóra gondolt a vezető óvónő, és az lenne jó, hogy minden gyerek élféljen rajta. Hát eltervezték, hogy ide egy 15 méter hosszú kígyóra lenne szükség. Na de bizonyám, honnan is lehet ehhez hozzá, hogy lehet hozzájutni? Elmentek az óvónők Máté Szalkára a bútor gyárba, és ott darabos szivacsot kedvezményes áron vásároltunk, és rettentő munkát igénylő, fáradoztunk nagyon sokat rajta, hogy ez a kígyó elkészüljön. Az alapítványból húzatot vart rá az egyik óvónő, éjszakában nyúló munkával tudtuk ezt csak elérni. És hogy tetszik látni a gyerekek? Mindig ilyen örömmel játszanak rajta? A gyerekek nagyon szeretik, nagyon jól érzik magukat rajta. És a mesesarokba szerintem ott öltük el a legtöbb idejüket. Nagyon szeretnek rajta játszani. Na most amikor itt utána rendet kell csinálni, tisztába kell tenni a termet, akkor ez nem jelent plusz munkát? Látjuk, hogy a gyerekek nagyon szeretik, és nem nézünk oda a plusz munkára. Szívesen tesszük, mert látjuk, hogy a gyerekek szeretik, és nem... Nem problémáznak. Nem probléma. Mennyi ideje tetszik itt dolgozni? Én egy éve volt, július 10-én. És a korábbi munkahely után milyen helyez? Hát nekem nagyon tetszik ez az óvó, de nagyon jól érzem magam. Saját érdekeltségben gyerek, unoka, valaki van? Nincs. Tehát mindenki unoka, mindenki gyerek, nagyon szeretem őket, nagyon aranyosak, és úgy érzem, a gyerekek is befogadtak.